Egy ilyen kisebb dühöngő ketrecben játszottak az óvodások a kétyi intézményben. A gyermeknapot mindig május végén tartják, azonban az intézményben külön készülnek a kétyi, zombai és felsőnánai óvodásoknak kisebb fajta meglepetésekkel, mondta el Kéty polgármestere. Mindig valami érdekességet próbálunk a kicsiknek összehozni, hogy ismerjenek meg különféle dolgokat, és hát ugye az idén is úgy gondoltuk, hogy valamivel egy valami nem szokványos dologgal rukkolunk elő. Az első ötlet az az volt, hogy egy mászófalat bérelünk nekik, viszont annak az a problémája, hogy ezeknek a pici gyerekeknek igazából nem biztos, hogy az akkora örömet okozott volna. A légvárat a rossz idő következtében nem sikerült felállítani, azonban a gyerekek ennek nem érezték hiányát. Ugyanúgy csúszdáztak abban a dühöngőben, amit az önkormányzattól kapott a két óvoda. Az óvónő szerint az óvodások a kisebb ketrec ellenére is jó élményekkel mehetnek haza a nap végén. A polgármesteri hivatal révén kaptuk ezt a dühöngőt. Ez nagyon újdonság a gyerekek számára, és úgy látom, nagyon nagy örömet okoz számukra. A gyerekeknek még egyéb meglepetésekkel is szolgálunk. A gyermekmosoly alapítvány jóvoltából kapnak kinti játékokat, kis fújókát, úgyhogy nagy örömmel fognak hazatérni szerintem. A kétyi óvodában hagyománnyá vált, hogy minden évben különlegességekkel lepik meg a gyermekeket. A dühöngő ketrec mellett idén a megyei könyvtár szervezésében a Mégkirálynő papírszínházas előadását tekinthették meg az óvodások.